Köszönöm mindenkit, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, legyen ragyogós a napotok. Azért léptem fel papának, hogy üzenjek a hókusz-fókusz csiribókusznak, hogy elmondjam neked, papóci, hogy nekem volt munkám, te seggfej. Mit az tudó, hogy én nem dolgoztam soha a világ életemben, meg nem szeretem a munkát? Te nem szereted, te oláborjú. Én dolgoztam. 13 évesen már a mesán csüngtem, bizonyám. Mentem szívát szedni, stb. 4 műszakot nyomtam le. Te, hadirokkant, hókuszfók. A másik dolog, hogy te mondod, hogy te neked nem vallottál nekem szerelmet. Hát minden üzenet itt van. Egyem a szíveret, én ezt le fogom majd játszani a párom hazajön. És képzeld el, van munkám. Lesz munkám, te vén trotyi. Szia, Nikikém, üdvözöllek. Trottyosnak üzenek. Trotyi motyinak. Hogy mikeket mond ő a YouTube-on. Hogy nekem nem volt munkám, te seggfej. Annyi napod nincs bedolgozva, amennyit én bedolgoztam. Bedany. Ápolási mindenem voltam, te szerencsétlen gizda. Lesz majd dudorás, de csak délután. Farkas Timikémet várom, hogy mikor fog jönni. Ő lesz a vendégem, bizony. Farkas Timike, bizony. Ide utazik hozzám. Bizony. Érted, fókusz-fókusz? Nem hozzád megy, hanem hozzám. Bizony. A drágaságom ide jön. Bizony. Na, fókusz-fókusz, jegyezd meg, hogy mi az, hogy 4 műszak. Mit dolgoztál te világ életedben? Semmit. Lejársz engemet mindennek ilyen? Csuda vagyok, meg olyan csuda vagyok. Hát itt van a bizonyítékom, hogy mikeket mondom, hogy tetszek neked, meg stb. Meg hogy szerelmes vagy, hogy a radairosebb, hogy nem ezt már meg te ígeret meg. Elnézést? Mert tűnye nem beszélünk. El kell számoljak megint 3-ig. 1, 2, 3, a radairosebb álljon beléd. Nem jó. Még egyszer. 1, 2, 3, a hügy fene, hogy nem visz már ne te ígeret jó messzire. Iti földjére, mert odavaló vagy, mert úgy nézel ki, mint Iti. Bedany. Te szerencsétlen mókus. Én nem ne hazudgáljál, hogy semmi nem igaz. Mert tudtad te elég jó, hogy becsaplak, én kopasz. Hogy a nőknek bebizonyítsam, hogy milyen egy moslék alak vagy. És még zsarolsz, fenyegetel a gyámom hatósággal. Egész nyugodtan zsaroljál csak, papa. Adok neked egy 3-kerekű biciklit. Amire fel tudjál ülni, most felmenjél az űrbe. Na, oda nem tud felmenni, azt a bingóját, hova küldjük a papit. Nem tudom, valahol elküldelek, jó meleg éghajlatra. Tudod? Mert te buzi vagy, bedany. Az vagy. Husztinak is szerelmeket vallasz, nekem is. Hát mi ez? Atyám, mi? Mi van, kopasz? Moson vagy? Nem vagy itt az Facebookodon? Lütyő! Lütyő fejű kopasz, lütyő fejű kopasz. Mindig azt akarod, hogy elszakadjak akusztikámtól, nem fogok kopasz fejű soha. És amúgy se kellettél volna, mert Huszti mindenről tudott, te lütyő fejű. És a másik dolog, lesz munkaállásom, elmegyek Husztival ápolásira, bizonyám. Úgyhogy én fogom gondozni a Husztit. Bizony, tudod, papa, most azért ment el a Husztikám, hogy elrendezzük, mint Rocsi Mocsi. Úgyhogy én leszek napi szinten vele. Igen. És megcsinálok minden. Főzök neki minden. Stb. Úgyhogy ápolásira megyen, ivója. Bedany. Érted, fókusz-fókusz? Na. Hon vagy a Facebookon, te vén trotyi? Na. Mikor jössz már be? Nem tudom, hon vagy. A radairó sem ügyene. Csúnyán beszéltem, elnézést, el kell számoljuk megint 3-ig. 1, 2, 3. A villám csapjon beléd. Ez nem jó. Még egyszer. 1, 2, 3. A tifusz egye meg a nyakadat. Megint nem jó. Megint elszámolunk 3-ig. 1, 2, 3. Kopasz balók, hova mész? Hány nő kell neked, te rohadék? Mit az udó, hogy én hazudok? Ha minden bizonyítékom itt van, az én a párom is lejátszom, hogy mikeket mondol, szerelmem, szeretlek, meg érvezkedel, mindent meg fogok mutatni, és kikerül YouTube-ra, papa. Badany. Megmutatom a közönségnek, hogy milyen egy tróger vagy, hány nővel próbálkozol. Badany. Csak te arról nem tudtál, hogy Huszti mindenről tudott, és a Duka Eszterkémnek mindent átküldtem. Badany. Bizonyítékokat.
Csak mondtam az Esztinek, hogy miért nem játszotta le. Megengedtem, hogy játssza le. A papát, hogy mit mond az Ibolyának, csak nem lehet nagyon hallani. De én pendrive-ról nem mentem, papa. És elküldöm, továbbítom az összes hölgynek. És meglássuk, hány hölgy lesz neked. Te vén hókusz-pókusz, csili-bókusz, kopaszlityő. Ennyit tudok rád mondani. Egy, nem vagy énekes, nem tudod zongorázni. Hiába mondod, hogy te így tudod, berakjuk a pendrive-t és megy az alapzene. Bizony, így könnyű. Csináld csak úgy a livéret, ahogy Eszter, hogy ő is megcsinálj, meg én. És akkor nincs megszerkesztettem majomfejű, kopaszlityő. De remélem tisztában vagy, amit mondok neked, te hatosztályos. Mert te szerintem nem tetted le még az osztályodat se, de én letettem, te majomfejű. Tudod, még letettem még egy szakmát. Manikűr és kézápoló, te seggfej. Tudod, mi az? És folyamatosan végig mentem, csináltam tovább a munkámat. Hát neked nincs annyi bedolgozó, amennyi nekem. Tudod? Vénlicső. 2015-be. Na ezt csináld utánam, papi. Nem pedig otthon ülünk, azt másokat bántogatunk. A Duka Esztert, a Lakatosi Bolyát, mindenkit, mindenkit. Hát ki vagy te? Hókuszfók. Ki vagy te? Kinek képzelettem magadat? És fenyegetel? Nem jelölünk vissza, akkor már te zsarolsz, igaz? Hogy majd feljelentelek, menjél egész nyugodtan a Prikezsiába, mert én megyek most feljelenteni tégedet, te. Kopasz licső. Fenyegetésért, zaklatásért, mindenért. Próbálkozol női néveken, hogy be tudjál férkőzni. Gyámhatósággal zsarolsz. Igaz? Nem volt elég, licső. Nem ültél még le? Leültetlek, az biztos. Nem fogok zsarolni, fenyegetni. Félelembe éljek állandóan, mert te fenyegetsz, mert nem feküdtem meg az ágyadba. Mit hazudgálsz, hogy nem igaz? Minden bizonyítékom megvan. Le fogom délután játszani, csak elrendezem a dolgomat. Tudod, papa? Hókuszpók, hogy elrendezzem. Én mindig dolgoztam, én nem voltam ingyen élő, mint te vagy. Hogy nőket kihasználok, meg elveszem a pénzét, meg stb. Nekem van pénzem, papa. Neked van? Abból élsz meg a nőkből. Kéregetek, kunyarágató, sajnáltatod magadat. Hogy neked ez nincs, az nincs. Bizony, ezt szégyed már te, szerencsétlen. Nem énekes vagy te, tudod mi vagy te? Egy majom a szigeten. De még oda se való vagy. Megjegyezted, hókuszfók. De mindenkit üdvözlök, elnézést, hogy így léptem fel, csak a papa zsarol. Fenyeget, bizony. Fenyegesél csak nyugodtan. Ráérsz. Nincs digi-dugi, rifi-röfi. Megértetted, te vén hókusz-fókusz? Nincsen. Nem lesz. Soha nem is voltam beléd szerelmes, te szerencsétlen kopasz görbeszájú. Soha. Hát Huszti végig hallgatott mindent, röhögött, hogy hogy ki tudok vele játszani. Igaz, papa? Na mit képzelsz te? Farkas Timike ide fog hozzám jönni. Képzeld el, nem te hozzád, mert őnek is. Irkáltál. Nem hagytad békén, zaklattad a családját. Ugyanígy, így vagyunk mi is. Hókusz fók. Hon vagy a Facebookon, hon kukucskász? Hol? Mehetsz nyugodtan a gyámi hivatalra, egész nyugodtan. Menjél csak, mondtam neked, mit adok. De háromkerekű biciklit nem adom oda, mert az a gyermekemé. Nem érdemled meg, hogy belecsicsüljél. Csicsülj bele egy konnektorba. Azt dugd be. Vezesd le a feszültségedet. És ahogy egyem a kis szívét Duka Eszternek, ahogy mondta, hogy nézzél tükörbe, mert az a tükör ketté törik. Elmondtál mindennek. Utána szerelmet vallul. Hogy én hogy nézek ki? Hát te hogy nézel ki, te vén trotyimotyi? Hogy? Mi? Hány nő van beléd zugva? Még úgy tetté, nagyon sok nő szerelmes beléd, azt a vingóját, mit szeretnek rajtad, azt a fonnyat, fejedet? Ha? Görbe szádat? Biztos. Azt szeretik benned. Hát csuda vagy, te vagy a csuda. A fiatal nők szépek. Bedany, van cicink, és tudunk vele mozogni. Tudod, egyem a szíved, de te neked már fonnyat, úgyhogy feküdj le magadnak, és ürődj le.
Remélem megértetted, és hagyd békén a csajokat, mert mindenkinek továbbítok minden hangüzenetedet. Mindenkinek! Hagyd tudják és tiltsanak lefele, hogy senki ne nézzen tégedet, te hókusz-pókusz, csiribókusz. Elmondtad a livédbe, hú, csak egy ember néz, kettő néz. Azért néznek annyian, tudod te, Vincrotyi, mert gyűlölnek utának, mint a szar. Bizony, barok kopasz. Téged nem szeretnek. Unalmas már a livéd. Csináld úgy a livét, ahogy Ivaja. Tegyél fel szalvétát, tudod? Egyem a szívedet. Itt a szalvéta, ragd a bajuszodra. Bedany, oda ragd, te senki házi. Leizzadtam a papa miatt. Adta bingóját, hogy keseredjen meg. Bocsánat, elnézést. Megkerült a szalvéta. Bedany, itt van. Milyen gyönyörű. Na ide figyelj, hókuszpók. Utoljára figyelmeztetlek, ha még egyszer igen fenyegetel. De úgyis bemegyek a gyámhatóságra mindenhova. Hogy mit művelsz, minden pendrive le lesz mentve, megvárom a párocskámat, és képzeld el, hogy dolgozni fogok, te rohadék. Azt mondta nekem a lakatos Ibolyának, hogy ő soha nem dolgozik. Nem dolgozott világ életében, te patkány. Mutasd már be, te neked mennyi munkád van bedolgozva, mert én megmutatom. Az összes szerződésemet, te, szerencsétlen vém, trotyimotyi, megmutatom neked mindet, hogy mennyi munkám volt beigazolva a bióba, a mezőgazdaságba, mindenhol, te szerencsétlen. Négy műszakot nyomtam, utána mentem a férjemmel ápolásira, tudod? Bizony, és őt ápoltam, ami nem kicsi munka. Bizony, hogy ápoljál valakit. Tudod? És megfácolja azokat az embereket, akik ezt csinálják. Legalább dolgoznak. De azt te nem tudod, hogy az mivel jár, papa? He? Hogy kell valakit gondozni? Főzni minden, stb. Ha kell tisztába rakni, a szart kivenni belőle, stb. Bocsánat, hogy így beszélek. Tudod, Vintrotyi? Farkas Timikém lesz a vendégem. Bizony, délután érkezik ide, hozzám. Alig várom. Timikém írjál rám, hogy elindultál, vagy nem indultál. Tudod, papi? Hm? Ez sok vett a licső. Ha senkinek nem kellett, olyan csúnya vagy. Már mondták, a tükör össze fog törni. De adja a jó Isten, minél hamarabb törjön össze a fejeden. Mit képzel ez a vén szati? Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Mit képzelsz te? Kinek képzelettem magadat? Te herceg vagy? Én hercegnő vagyok. Adta bingóját. De te herceg vagy? Egyem a szívedet, mert te húgyos pellenkás bajkeverő vagy. Bizony. Mondtam, hogy fellépek és kihoztalak, papa. Bizony. Amiért megfenyegettél meg én. Zsarolsz. Jelöljelek be? Milyen áll Facebookod van, majd megadom minden ismerősömnek, hogy vissza ne igazoljanak, mert a lütyő megyen. Elkapja a törpéket. De a törpék elszaladnak. Tudod, vén hókusz-fókusz? Elszaladunk bizonyám jó messzire. De szerintem nem el kell szaladni, hanem szíjjel rúgni a töködet. De az meg nincs. Hát a bingóját, akkor mit rúgjunk szét? A seggedet, kisapám. Bezeg. Hosszú az út, Timiké, megyem a szívedet. Tudom, tudom, hogy hosszú, de várlak szeretettel. Mondjad, hogy merre jársz, hol jársz, majd Husztival megyünk érted. Debrecenbe szállj le, és akkor Husztival elmegyünk érted, elhozunk. Bizony, hogy pihenjek kicsit. Érted, hókuszfók, jön hozzám Farkas Timi. Hókusz-fókusz, csiribókusz. Nem hozzád megy, neki szerenádokat adtál. Még is az a nóta, Timiké, megyem a szívedet. A szerelem vonat? Vagy hogy van? Valahogy így van. Neki is udvaroltál, te vén, mókus. Neki is. Bizony, hogy van már az a nóta? Hát nem jut eszembe, Timikém, írd már le. Szerelmes vonat, vagy hogy is van? Adjuk már meg a papinak, hogy dudolja el a jó édes kurva anyjának. Annak dudolja el a szerelmes vonatot. A Timike az enyém. Képzeld el, szeresik nagyon egymást, bizonyám. Tudtad? Egyem a szívedet, úgyhogy takarodj róla. Meg a Duka Eszterről is, meg mindenkiről. Mindenkiről szálljál le, papa. Bizony. Na, a vonat nem vár, a vonat nem vár.
Elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. Egynél se száll ki hozzád, papa, mert olyan csúnya vagy. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. Értetted? Amerre jársz, nagy zajt csinálsz, hókusz-pókusz kopaszon elindult már, de a vonat nem vár, hazat talál, hókusz-pókusz kopasz, dögölj meg már. Ja, hát ez elég jó volt. Jó tudtam dudolni azt a bingóját, hókusz-pókusz fürödj le. Hagyd békén a csajokat, mert az enyémeim. Bizony minden összes. Igen. Téged azért nem néznek, tudod? Dicsér. Nem is fognak. Dicsér kopasz. Tibike is az enyém, mindenki az enyém. Úgyhogy coki. Az ismerőseimtől is, így coki mindenkitől. Világos? Te büdös kopasz fejű. Na, te is menjél ki szépen pancizni a hideg vízbe. Bizony, nem sokára mondja az esőt. Vagy inkább napozzál, hogy égjen a kopasz fejed. A tüzői napon. Bőny. Na, úgyhogy vedd észbe, te kopasz licső, hogy én dolgoztam nagyon sokat. Én nem tartattam el magamat, mint te kopasz licső. Hogy nőkből élünk meg? Nekem van jövedelmem is, tudtad, kopasz licső? És a számlámon is van, kopasz licső. Tudtad, te rohadék? Engem nézel le? Ha nézd meg saját magadat, albérletben vagy. Bizony, neked mikor bontsák le a házadat, kopasz? Nem tudom, de alig várom, hogy lebontsák. Én is tiéd vagyok, köszönöm, Ducska, amikor ki ne adjalak, meg az aranykezimet is. Nem akarok benneteket kihagyni, bizonyám, az enyémi vagytok, bizony, nem a kopasz licsővé, bizony, itten enyém vagytok. Leszbitársaim, bizony, szeretlek benneteket, imádlak, úgyhogy kopasz licsővé, fürödj le. Tessék lefürödni, szépen. De várjunk már, van víze egyáltalán a licsőnek? Nem tudom. Gondolkodok. Mikor ott voltam, akkor olyan kicsi kis lyuk volt, hát mondom, el se lehetett férni. Mint Rocsi, te is ott klocsi-mocsizol a konyhába? Megkérdezhetem, mint a kaszinó tojásos. Bizony, erre vagytok büszkék? Erre? Na hát erre én is büszke lennék, bizonyám, de hogy nekem van fűrőszobám, meg fűrős, zuhanyzom mindenem, úgyhogy licső fejű. Képzeld el, hogy lesz munkám. Bizonyám, megyünk gondozónak, én is. Értetted, te licső fejű? És én dolgoztam. Ez a két kezem nem hiába erős, mert akkor a taslit adnék neked arra kopasz fejedre, akkor át csattanna, hogy kicsattanna a talpad. Bezegy, licső. Remélem megjegyezted, kopasz licső. Gyere így állásán vizet, azt szemed essen ki, hogy mindig azt mondja, hogy már be van rúgva az alkoholista ibolya, te véntrottyos, azt se tudod már mibe kössél bele. Már azt se tudod, hogy a radairó se, hogy nem visz már el. Kívánok neked nagyon sok boldogságot a sírodba. Bizony, oda kívánok. Értetted, Lütyő? Na. Délután lesz livém, lesz dudolás, lehet majd tőlem kérni nótákat. De a licsőt el kellett mondjam bizony, mert megint megfenyegetett a licső, okuszpok. Ide hiába jönnek ki, hát itt mindenre megvan a kisfiamnak, bizonyám. Fel tudok mindent mutatni, licső, akárhogy fenyeget el. Mindent. Az ég ott a világon. És soha nem leszel ismerősöm, te vakkodi. Csak nem tudom, mikor vagy, hogy a szemed hogy essen ki. Bizony. Benehabiékat is bántottad, te görény. Bizony, előttem elmondtad őket mindennek, Duka Esztert, mindenkit. Minden bizonyítékon megvan, kopasz licső, a nőkről hogy beszélsz. Minden dagadéknak elmondtad őket. Vakulj meg! Jó mondtam? Vakuljál meg, kopasz licső! Nem jól mondtam. Dögölj meg!
Hogy jó? Mit az jó? Hogy a szomorodás vigyel a nyakadat, te kopasz fejű? Cseppucu! Szerintem még az sincs alattad, bizony. Itt tukadna a papa. Most nincs is mivel. Na, hát akkor mondjuk már, én csöszhetnék, te meg tudnál. Kopaszban ók. Hát nincs mivel, legyem az ívened. Hát akkor minek megyek hozzád? Becsaptalak te, mint kopasz. Licső. Azt hitted, hogy megy a vonat. Bizonyám, elhitted kopasz, licső, de nem ment a vonat. Duka Eszternek lejátszottam mindent, hogy foglak becsapni. Bizonyám. Meg jó pár embernek, akiket megkedveltem, hogy tudjanak róla. Te kopasz, hiába teszed ki YouTube-ról, hogy én mikeket üzentem, mert Huszti délután fog nyilatkozni neked. Kopasz, lücső. Nem jól mondtam azt a bingóját. Hókusz-fókusz, csiri-fókusz. Úgy látom már a neved az megvan, hogy hókusz-fók. Bedany. Mit üzenjek még neki? Fél rángasson, fel és alá, bizony, fel és alá rángasson tégedet. Zúgybongyba lássalak, bizony, gumiszobába, ahogy Eszter mondta, bizony, jól mondta. Ott legyél, papa, mert mi velünk úgyse és semmit, bizony. Mi híres emberek lettünk, bizonyám. Akik jól csinálják a Lilét, az Eszter, én, Benehabi, akit ki nem akarok hagyni, mert tényleg nagyon szép a hangja gyerekek a Benehabinak. A Tótajnit is nagyon kedvelem, mert ő is rendes, aranyos fej, csak te való kopasz, ott is be akarták kutyulni, be is kutyultál, a fics fene vigyel a töködet, ami nincs alattad. Utána jött Huszti István, igaz? Annak is bekavarták, bizonyán. Utána kijött még Farkas Timit is tiltsuk le. Mindenkit le kell tiltani, kopasz fejű. Igaz? Téged tiltottalak, te vintrosi. Csak nem tudom, hogy hon vagy még itt az Facebookon, hogy a remegős egye meg a nyakadat. Mert már én remegek az idegtől, hogy miért nem pusztulsz már meg. Merem mennék a temetésedre, bizonyám. Csak úgy mennék el a temetésre, hogy lepisílném. Pis-pis. Bizony. De még arra sem vagy méltó, hogy odáig kisétáljak. Mert azt sem tudom, hol lakod, te fékegyelmű barom. Mert mindenhol be vagy jelentve. Bizony. Csóhingeres papa. Na, nem tudom ám a kitőkész pénzt. Hogy mennyi cigarettát venni? Bizony, meg ennivalót. Igaz? Azt nem tagadod, igaz? Hogy elvetted tőlünk az ennivalót. Bizony, és mi hazudgál a papi? Beraktad a szalámikat a hűtőbe, nem adtad oda a kisfiamnak. Mindent elvettél, te csóhingeres kopasz. Mindent. A pénzünket is. Mit tagadott te vén kopasz, dicső? Mindent elvettél? Ettél, itt áll magadnak, összehújtad magad, összeszálltad magad, bizony. És leértőztél előttünk a gyermekem, előtt pucéra. Ne tagad, te kopasz. Azt se tagadt, hogy lesmároltál. Mert én megmondom az igazságot, mikor zongoráztál, Husztinak már szólt, amikor kimentünk, hogy ne csináljak pajt, hogy mit csináltál. Mondtam Husztinak, hagyjuk itt a fenébe, menjünk haza. Mert ilyet? Tanárbácsinak? Művész úr. Kifejezed magad művésznek? Én nem vagyok művész. Egy őszinte ember vagyok. Tudod? Amit elmondok a közönségnek, hogy tudjanak róla, hogy te ki vagy egy patkány. Csinálok neked egy lyukat, hogy abba beleszaladj. Be is dugom, hogy ki ne jöjjél. Hókusz, hókusz. Sziasztok, aki most csatlakozik. Fúj, igen, ez volt, Timiké, megyem a szívedet, leütözött, előttem, már nem mondjam, hogy mikiket csinált, fajtalan dolgokat. Elmentünk a TV2-be, gyerekek, hogy még egyszer elmondjam. Vagyis az Európa TV-be. Elvették tőlünk, úgy könyörögtek, hogy adjuk odafel a pénzt, adjuk. Odaadtuk. És Husztit leütették tapsoltatni, még azért pluszba fizetni. És nem volt ott senki, gyerekek. Senki. Megvágta az egész programomat, mindenemet a Banó kopasz, és nem úgy adta elő az egész élő live-omat, ahol táncoltam, és nagyon jó sikerült. Meghamisította. Ilyen helyre menjek én? Lopós társaságba? Őszintén. Akinek van esze, nem menjen oda. Bizony, mert én biztos, hogy nem megyek. Máshova fogok. Az Banó kopasznak semmi köze. És úgy tett, hogy nekem nem sikerült a TV2, te kopasz, licső.
Te voltál ott, Timi végig kísért, Farkas Timi, végig. Bizony, hova menjek, merre, mert nem tudtuk. Mit hazudó kopasz, Lütyő? Hát utána írtam Timire, hogy bejutottam, mit hazud, gáz? Te Lütyő, mi van, irigy vagy? Bejutottam, te kopasz, Lütyő, és mindig azt hazudja a livéjébe, mikor haragba vagyok vele, hogy nem jutott be a lakatos ibolya. Figyelj csak ide, papa! Huszti, a kisfiam is ott volt. Világos vagyok? És nem sokára megindul. Papa, gyere 10 000-ért tapsolni, meg sőt, hozzá magaddal valakit. Annak is fizetni kell tapsolásért. Jó? Hogy fizessétek vissza az árunkat. Kajától kezdve mindent elvettél. Meghívtalak ebédre. Azt mondtad, hogy én hívtalak meg. Nem volt nálad pénz, jó ember. Mit hazudol? Azt mondtad, nincs nálad pénz. Igaz? Nem kell hazudgálni, Vénlicső, mert én őszinte vagyok. Bezany, szexuális ajánlatot ajánltál, Vén hókusz-fókusz, úgyhogy ne hazudj, hogy Huszti meg a kisfiú menjen el, én meg maradjak ott. Huszti el akart menni a kisfiúval, mondom, te mit csinálsz? Hova akarsz te menni? Hát engem ezzel a Lütyővel nem hagysz itt. Ha tanár, ha nem tanár, én vele nem maradok. Így történt. És ne hazudgálj, papa! Ne hazudj! És húgyosan öltöztél vissza fel. Más ember lezuhanyzik, mert behugyoztam. Összeszartam magam, te felöltöztél. Tiszta koszolt rajtad a ruha. Ha? Ezt mondd meg! Országvilág előtt. Koszos voltál, mint a dög. A szaktól meg álljutunk. Hoppá! Az a gyermek eltűrt egy poharat. Hát gyerekek... Át a fele se annyi a házamnak, mint az övé. Bizony, egy csepp kis lyuk, gyerekek, képzeljétek el, egy csepp asztalt, ott van a szinti, elfoglal mindent, mert a papa az zongorázik. Semmi helység nem volt. Egy matrac volt, amon mondta, hogy feküdjünk le, és ott aludjunk. Egy matrac. Hot, húgyszagú volt. Úgyhogy ne hazudj, papa. Ne hazudj. Mert így volt, és mondtam Husznak, én itt nem maradok. Menjünk szállodába. Ki kellett fizessük a szállodát is, te vén majom. Az igazgatóddal együtt. Mind a ketten azok vagytok. Kifizettük a szállásunkat, minden. Esőbe vittük a gyereket, te majomfejű. Még te panaszkodol? Te pénzéhes rohadék. Hány pénz kell még neked, te kopasz Lütyő? Küldjek neked? Add le a bankszámla számot, halott 10 év utalványt küldök neked a sírodra. Nem sokára itt van lesz Huszti, és megmutatom neked, te patkányfejé, mert azt mondtad, nekem nincsen bizonyítékaim, hogy szerződés meg ilyenek. Hát bemutatom én az összes neked, te, kiverem vele a szemedet. Ilyen köteggel van, tudod? És a mostanit is meg fogom majd neked mutatni. Te patkányfejű. Mit képzelsz te? Takarodj a nőkről, mert az enyémek, bizony. Hölgyek az enyémek, nem a tiéd, te vén görbe szájú. Olyan büdös vagy, hogy rá se lehet nézni. Mikor ott voltam, majd meghaltam a szagodtól. Fürödj le! Világos voltam? Most pedig megyek, mert intézem a dolgomat, bizony várom a Hustikámat, hogy hazajöjjön. És ne kavargass bele neki, te vén trottyos, hogy nem hisz le a töködre, nincs itt töke. Bocsánat. Takarodj a családomról. Mindenki tudja, hogy megszivattalak. Meg is foglak. Bedany. De már nem. Nem érsz annyit, hogy én felbosszantsam magam. De nyugodtan mehetsz, és jelents. Menj csak nyugodtan. Gyere, értem. Tényleg, Gibi, félek, nem. Jártam erre. Jó van, Timikén megyek, oké? És megvárom Husztikámat, hol jársz? Azt írd már le. Írd le nekem, hogy hol jársz. Timi lesz majd a vendégünk. Ha vállalja az arcát, akkor vállalja, ha nem, akkor sajnos nem lássátok. Ezt őrült ilyen a kis alkas Timikém. Drágaságom, hol jársz? Hát nem mond semmit. Írjál már valamit, merre jársz. Párom úgyse sokáig van oda. Csak a papírjé ment, hogy én majd azt beadom. De ráérek én hónap is beadni. Na. Tibi, hol jársz?
Sziasztok, aki most csatlakozott, az majd hallgassa vissza a live-omat, jó? Nem szoktam én csúnyán beszélni, de ez a kopasz tudjai megérdemli. Megérdemlette kopasz licső fejű. Hú, másfél óra Debrecen, jó van. Lárjál, felhívom Husztit. Nem tudom felhívni, a másik telefont elvitte. Addig úgyis hazajön. Másfél óra, jó van. Oké, és megyünk a Farkas Timikémér. Bilany, jön hozzám vendégségbe. Bilany, látod? Licső fejű, nem hozzád megy, hanem hozzám. És majd dudolok neki. Bilany, megkirálom finom ennivalókkal. És majd ő elmondja, hogy igenis, itt aztán van kaja. Bilany, kütyőfejű kopasz. Várunk Timikénk szeretettel, Huszti is fogja örülni. Tudod, hogy már régóta tartsuk a kapcsolatot. Bizonyám, úgyhogy várunk. Bilany, cukibuki is fog neked örülni, mert már tudod, hogy mondja, hogy szia Timikém. Már rendesen köszön neked. Tudja, hogy veled beszélek. Szia, Timike! Vagy Ducka Anikónak mondja, szia, Anikó! Már így már mindenkit megismert. Mire? Na, hát én szeretettel foglak válni, veszek egy, nem is tudom, mit vegyek neked? Egyem a szívedet, milyen folyadékot szeretel? Kifaggatlak, úgyhogy írd ide. Megvárom a Tibikén mit szeret, de tudod mit, elmegyünk étterembe bizonyám. Sokkal jobban járunk úgy, beírunk szépen, a kisfiú is lesz, van etetőség, beütessük és kajázunk egy jót. Bizony. Így van, szerintem sokkal jobban megoldjuk. Ott majd kiválasztott Tibikén, hogy még a folyadék a kedvenced. Én is kiválasztom bizony. Lajos, tegyél élőbe, azt eszek. Várjál. Tojást? Vagy nem tudom, hogy írtad. Lojást. Kaszinó tojás? Jó, lesz, egyem a szívedet. Veszek neked egy zsákkal. Sűrcsalonnát Pesten nem lett, oké, és akkor már ma sűrcsalonna lesz sűrve meg én. Tegnap volt sűrcsalonna, de mivel hogy jössz, várunk téged szeretettel, majd a Hustikám úgyis délután már itthon lesz, te addig járom már itt leszel, addig ő majd úgyis tárgyal veled, míg én addig sütkérezem a szalonnát, bizony. Én fogom neked megcsinálni. De közben még csinálok neked egy másik menüt. Bizony, az meglepetés, hozok neked egy giroszt, ha gondolod, vagy hotdogot, nem tudom melyiket imádod jobban, vagy pedig étterembe beülünk. Ezt neked kell eldönteni bizonyám, és akkor megyünk szépen új odalbum. Azt a bingóját még mindig fáj. Bölöny. rendes tojást nyalok kopasznak. De jól mondod, egyem a szívedet. Nekem már el kell köszönni gyerekek, mert dolgom van. Bizonyám, hogy rendezem én is a kis sorsomat, terlítjő fejű, és azt hazudtak, hogy engem a főnök nem akart megrifi-röhizni. Hát de meg akart rifi-röhizni, képzeld el, te vén trotyi. Meg hogy én nem szerettem a munkát, meg nincs munkám. Nem ismersz engem, te patkány. Tudod? Nagyon sokat dolgoztam én bizonyám. Megdolgozott ez a két kezem. Dicsőfejű. Te nem dolgozott, te mint trotyi. A nőket húzgálod le. Pénzzel. Hogy a szemedes senki? Ajjaj. Egy-kettő-három nem beszélünk, csúnya. A szemedes senki vén hókusz-fókusz. Csiribókusz. Jól tettétek, megadtátok neki, hogy hókusz-fók, mert tényleg olyan kopasz, olyan csúnya. Hát te vagy a csúnya, te. Szépnek teszed magadat. Húj. Elnézést. Ennyi vagy. Egy hulla. Hogy beszélek mindenki? Hulladék.
Fogok egy cigaret, hát nem baj. Te hulladög. És még azt az úgy, hogy engem meg lehet húzni. Ha miért tölt volna meg? Te gyászkepresz. Hát ezt játszottam húztival. Hát ezt el mindenről tudott, te légy trottyos. Mindenről tudott. Mindent átadtam neki, minden infót. És még kapja majd a több infókat. Szatír, papa. Nem is egyik jól húst a cigaretta. Gyere kávézni, papa! Szép csimecskés pohárba kaptam a kávémat. Bizony, egy útika csinálta, te vintrocsi mutyi. Akarod látni a kávé? De ne üntsem magamat, papa. Na. Tudod, vintrocsi? Jó, akkor sütünk szalonát, de akkor is veszek neked egy ajándékot, bedany. Bedany, szép ajándékot kapsz tőlem, senkinek semmi köze. Papóci, kopaszfejű, tícsem le a farkas Timit is. Mindenkit. Megjött Huszti. Na, el kell köszönjek tőletek, majd gondolom Huszti visszamézi a lét. Ő is igazat fog mondani. Bedany. Elmondja a véleményét papáról. Jó puszi, sziasztok!